Tehát a Oskar harmonikának az érdekessége talán az, illetve egyben különbözik a többi típustól, hogy minden hangnemben kapható, azon kívül mély F-es, illetve magas G hangolásban is gyártja a cég. Valamint a diatonikus hangolások mellett gyártanak még harmonikus moll és természetes moll hangolásokban is. Tehát a paletta az teljes körű, bármilyen zenei stílusban használható egy szájharmonika. Természetes moll hangolású harmonika, amit a ritkábban szoktunk használni. Általában azoknak szoktam ajánlani, akik moll hangnemű számokban szeretnének érvényesülni, mint szájharmonikás professzionális hangszer. 0,9 mm vastag lamellákkal. Hölgyeim és uraim, most pedig szerelünk nem más, mint a Oskar harmonikához kapható csodálatos lamella párt. Megpróbáljuk beleszerelni ebbe a gyönyörű Oskar harmonikában, ugyanis tudnotok kell, hogy örök életű szájharmonika nem létezik. Max hosszú életű.